Minden korosztályból érkeztek páciensek a Magyi Általános Iskola udvarára. Házhoz jött a Nemzeti Népegészségügyi Központ 3 szűrőbusza a kis településre. Az ott élők így helyben ingyenesen győződhettek meg egészségi állapotukról. Azért tartom fontosnak az egészségügyi vizsgálatot, mert szeretnék az unokáim, gyermekeim körében élni még sokáig, úgyhogy meg hát az egészségem odafigyelni, hogy tudjak jönni, menni. Hát hála Istennek ez még megvolt. Mindig is igyekeztem úgy élni, ahogy kellett, vidáman, kirándulgatva, meg sétálgatva, úgyhogy ennyi. Most hála Istennek rendben vagyok az időmhöz képest, úgyhogy ez ad egy kis önbizalmat nekem az életemhez. A buszok áprilistól egészen november végéig járják az országot. A programot azért hozták létre, hogy elérhetővé tegyék a szűrővizsgálatokat azok számára, akiknek erre több 10 kilométeres körzetben nincs lehetőségük. A szakmai koncepciónk alapján az volt az elvünk, hogy minden olyan szolgáltatást nyújtsunk a kis településen élőknek, amit nem, vagy csak nehezen tudnának elérni, illetve hogy a magyar lakosokat érintő legfőbb népbetegségekre, azok megelőzésére, korai felismerésére nyújtsunk valamilyen szolgáltatást. Ez alapján nőgyógyászati szűrővizsgálat, szájüregi szűrés, kardiológiai ellátás, illetve a stroke prevenció jegyében neurológiai ellátást tudnak a helyszínen igénybe venni. A COVID kapcsán pedig egy új szolgáltatásként pulmonológiai szakorvosunk is van a helyszínen. Jó, most ez egy picit magasabb, 159-ből 102. Sokszor találnak rendellenességet a vizsgálatok során. Ilyenkor a házi orvoshoz irányítják a pácienst, vagy helyben kezelik a problémát a szakorvosok. Többször volt már azonban olyan is, hogy a szűrőbuszban derült ki, hogy hatalmas a baj, így életeket is mentettek már a szolgáltatás által. Nincs olyan szűrési hetünk, amikor ne kellene igénybe venni az országos mentőszolgálat segítségét, egy-egy akut eset, zajló infarktus, extrém magas vérnyomás, rendkívüli magas vércukor érték miatt, tehát számos esetben van szükség helyszíni ellátásra, illetve sürgőségi ellátás keretében az OMSZ segítségével az adott megye kórházába irányítjuk a pácienst. Magy mellett ezen a héten még Demecserbe látogattak el a szűrőbuszok. A szeptember 20-ai héten pedig Nagycserkeszen, Székelyben és Dombrádon vehető igénybe a mobil egészségügyi vizsgálat.